Ami ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket, énekeljük a 19. Zsoltár első versét. 19. Zsoltár így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a 412. dicséretnek mindhárom versét. 412. dicséret így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Maradva hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található a János evangélium a 6. részében, a 24-től 36-ig,
és 47-től 58-ig terjedő versekben. Így szól hozzánk Isten igéje a János evangélium a 6. részéből. Másnap a sokaság, mely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, amelybe Jézus tanítványai szálltak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók is Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresve Jézust. És megtalálva őt a tengeren túl, mondának neki, Mester, mikor jöttél ide? Felele néki Jézus, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az ember fia áld majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus és monda nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked. Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, a mennyei kenyéret. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttok is engem, és mégsem hisznek. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk testét, hogy együk azt. Mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, mint a ti atyáitok evék a mannát, és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Isten tegye áldotta az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, jöjjetek, imádkozzunk! Örökké való Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged ezen a napon is, ezen a vasárnap. Köszönjük, Urunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, és közösen borulhatunk le te eléd. Közösen áldhatjuk a te neved, és közösen adhatunk hálát az elmúlt időszakért, az elmúlt hétért. Azért a kegyelemért, Urunk, hogy megengedted, hogy újra összegyülekezzünk a te nevedben,
hogy leboruljunk Te előtted, és odavigyük a mi életünket, a közösségünk életét a Te színed elé. Köszönjük, Urunk, hogy azzal a bizalommal tehetjük mindezt, hogy tudjuk, hogy Te meghallgatsz bennünket, hogy Te kész vagy a mi segítségünkre jönni, kész vagy bennünket megerősíteni, megszilárdítani a meglankadt térdeket, kiegyenesíteni azt, ami görbe az életünkben. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, hallgass meg azt, ahogyan odaborulunk Te eléd is, bevalljuk bűneinket, megvalljuk vétkeinket, elmondjuk mindazt, Urunk, ami elválaszt tőled, ami akadály a mi életünkben, hogy valóban Te élj bennünk, hogy valóban a Te indulatod, a Te szereteted, a Te gondolataid uralkodjanak rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy megbocsátod Jézus Krisztusért mindezt, minden bűnünket, hogyha megvalljuk, akkor Te hű és igaz vagy, és megbocsátasz. És köszönjük, Urunk, hogy mindezen túl Jézus Krisztusban az élet kenyerét is elénk adod. És biztatsz bennünket, és hívsz ezen a mai napon is, hogy ő belőle táplálkozzunk, ő belőle tápláljuk a mi lelkünket, mert aki ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg soha. Az általad megismerheti az örök életet, megismerheti a te kegyelmedet, irgalmadat, megismeri azt az örök életet, amelyet azoknak készítettél el, azoknak tartasz fent, akik téged szeretnek. Így kérünk, hogy Szent Lelked által munkálkodj most is bennünk. Szent Lelked tegye valóssá, hathatóssá, igazzá a mi számunkra mindazt, amit igehirdetésben hallunk. Hadd legyen valóság a mi életünkben a te szavad, amelyik megfogan, gyökeret enged, gyökeret ereszt, felnövekszik és termést, gyümölcs hoz. Hadd tudjunk, Urunk, a Te neved dicsőségére gyümölcsöt teremni ebben a világban. Hadd tapasztaljuk meg, milyen jó hozzád tartozni, és hadd lássa a világ, hogy valóban a Te gyermekeid, a Te néped vagyunk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, ami megváltónkért, hallgass meg. Ámen. Isten igéjének meghallására készülve meg fogjuk hallgatni a kamarakórus énekét, a gyerekeket pedig kérem, hogy fáradjanak át gyermekisten tiszteletre.
Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek igéjét. Máté evangéliuma 14. részében, 13. verstől a 20. versekig így szól. És mikor ezt meghallotta Jézus, elment onnan hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság ezt hallva gyalog követte őt a városból. Kimenvén Jézus látta a nagy sokaságot, megszánta őket, azoknak betegeit meggyógyítá. Mikor pedig esteledék, hozzámentek az ő tanítványai mondván: puszta hely ez, az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nekik: nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának neki: nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig mondta: hozzátok ide hozzám azokat. Mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a füre, vevé az 5 kenyeret, 2 halat, szemeit az égre emelvén hálákat adott, megszegvén a kenyereket adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan evének, megelégedének, és felszedék a maradék darabokat, 12 teli kosárt. Akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit mai nap ünnepén. Hisz ünnep ez a mai nap, mert hogy az új kenyérért adunk hálát. És valóban, hogyha az ember úgy megáll és egy kicsit is időt szán arra, hogy belegondol, milyen nagy dolog, hogy lehet az asztalunkon kenyér, akkor valóban kénytelen, nem csak elgondolkodva, de valóban hálatelt szívvel megállni és azt mondani, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Uram. Viszont engedjétek meg, hogy ennél többet láttassak veletek, ahogy Isten igéje láttatott velem. Először is azt szeretném megfogalmazni, mindannyiunk szívére helyezni, hogy maga ez az ünnep, az új kenyér ünnepe több a kenyérszaporításnál, több a kenyérkérdésnél. Benne van, fontos, de ennél sokkal több. A felolvasott ige szakaszokban szemlélteti ezt nagyon jól Isten igéje. Mert hogy először azt látjuk, hogy van egy nagy sokaság, ott van Jézussal, csodát élnek át, mindannyian kenyeret, halat ehetnek, tehát úgymond a szükségeik azok kielégítetnek, és aztán a következő nap azt láthatjuk, hogy nagy sokaság keresi Jézus, nem találja, és aztán megtalálják, számon kérik, hogy hogy kerültél ide, hogy jöttél ide. Na és ekkor elkezdi Jézus azt mondani, hogy értsétek meg, nem azért követtek engem, mert jelet láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus szembesíti ezt a sokaságot. Hogy nem azért vagytok itt, nem azért kerestek engem, mert megértettétek, hogy az a kenyérszaporítás, az a csoda, az a sok minden, ami körülvesz benneteket, az sokkal többet hordoz magában, túlmutat önmagán. Hát itt az idő megállni, és túllátni a kenyérkérdésen. Túllátni a különböző testi szükségleteken. És megérteni azt, hogy minden, ami körülvesz téged, ami naponként történik veled, az mind lehet jellé, mutathat túl önmagán, mutathat túl az élő Istenre, Jézus Krisztusra, hogy ember, értsd meg, hogy csak vele és csak általa van értelme mindannak, amit megélhetsz. Ha az a kérdés, hogy az ember hisz vagy nem hisz, akkor bizonyára mindannyian azt mondjuk, hogy mi hiszünk Istenben. És nem is vonom ezt kétségbe.
De amikor ezt kimondja az ember, hogy hisz Istenben, akkor mindig fontos feltenni a kérdést, hogy de mit is jelent ez számomra? Nagyon sok esetben, napjainkban a hit kérdése te számodra, én számomra nem más, mint dogma. Nem más, mint az, hogy igen, hiszem, mert hallottam, hogy Szent Háromság, igen, hiszem, hogy Teremtő, Megváltó, Szerető, Atya, Isten, mindezt úgy ismerem és dogmaként elfogadom. De az a hit, amiről Jézus beszél, és amire most is elcsendesedésünkben rá akar világítani, tovább akar vezetni, az, hogy a hit, kedves testvérek, dogmán túl személyes hit megtapasztalás. Az, amit Jézus így fogalmaz meg a sokaság irányába, hogy én vagyok az életnek kenyere. Valami drámai ebben, hogyha belegondoltok, kedves testvérek, képzeljük el ezt a helyzetet. Ott van egy nagy sokaság, Jézus beszél velük, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, sőt, azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, abban nincs élet. Valami félelmetes ebbe belegondolni, hogy miket mond itt el Jézus. Vértest embert lát a sokaság, és azt hallják, hogy aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, abban nincs élet. Miért mond ilyet Jézus? Mert túl akarja segíteni őket. Tovább akarja vinni őket. Igen, van és szükséges az az alapvető hit, amikor az ember egyszerűen látva a mindennapjait, megfogalmazódik benne a hálaadás, hogy köszönöm, hogy felkelhetek, köszönöm, hogy van mit tennem az asztalra, köszönöm, hogy a te kezedből vehetek mindent. Ez mind fontos, de mindezen túl tovább akar segíteni. Azt mondja, hogy nem csak egy teremtő Isten létezik, hanem ő olyan Isten, aki azért teremtett meg, hogy vele a legszorosabb, legbelsőségesebb közösségben légy. Azért adott életet mindannyiunknak, hogy vele a legszorosabb közösségbe kerüljünk. Mert ahogy a testi eledelt, szádba veszed, megrágod, ízleled, és aztán beépül a szervezetedbe, energiává válik, életerővé válik. Azt mondja, ez jelenti a velem való közösség. Aki hisz bennem. Mennyivel több ez a hit, mint az, hogy létezik egy Isten? Mennyivel több ez a hit, mint az, hogy időközönként számolok az Istennel. Ez a hit azt jelenti, hogy nagyon szoros, legbensőségesebb közösségbe kerülök vele. Ízlelgetem. Megrágom. És egyé válok az ő szavával. Mert hogy mi sokszor eljutunk odáig, kedves testvérek, hogy Jézus által kérünk vagy várunk dolgokat. Jézus ad meg, és várjuk, hogy ő valamilyen formába szükségünket kielégítse. Erre Jézus válasza micsoda? Az, hogy én vagyok. Tehát nem Jézus által, hanem Jézusban. Kell nekünk az, amit Isten adhat, amit Jézus Krisztus adhat, de ő maga nem. És ez az, ami a mai napnak egyik legfontosabb üzenete, kedves testvérek. Hogy bármennyire várjuk, hogy különböző szükségeink, amiben mi magunk egyen-egyenként élünk, hogy azokat kielégítse az Isten. Azt mondja, hogy én önmagamat adom. Önmagamban, az ő személyében
minden szükség megelégítetek. És ez a nagy különbség, Jézus által, vagy Jézusban. És ahogy láthatjuk, kedves testvérek, nagy sokaság közeledik Jézushoz, nagy sokaság veszi őt körül, nagy sokaság tapasztalja azt meg, hogy Jézus szánakozva, szeretettel fordul hozzájuk. Ha belegondolunk, hogy ez a nagy sokaság, aki körülvette őt, hogy kifélék, mifélék, akkor fel kell fedezzük benne magunkat is, mert higgyétek, hogy abban a nagy tömegben voltak azonos lelki teherrel oda készülő emberek, vagy ott lévő emberek, mint amiben te vagy. Az, ami a te kérdésed, az, ami a te harcod, az, ami téged határoz meg. Ez a sokaság nem azért ment oda, hogy most egy nem tudom milyen kenyércsodát éljen át. Még csak nem is az érdekelte, hogy milyen nagy dolgokat fog tenni, vagy mondani Jézus. Hanem higgyétek el, hogy ezek az emberek mindenki az egyéni szükségéből kiindulva megy. A te egyéni szükségedből kiindulva mész Jézushoz. Kérdésed van? Fájdalmad van? Nem tudod útjaidat? Nem tudod a célodat? Nem tudod a holnapodat? Egyéni életedből kiindulva keresel. És ebből kiindulva jutsz el oda Jézushoz, és leszel részese annak, hogy Jézus oda hív magához. Olyan megdöbbentő a négy evangéliumban olvasni, mindegy egy más megvilágításba helyezve teszi rá a hangsúlyt arra, hogy Jézusnak valóban fontosak voltak mindannyian, akik ott vannak, és betegeiket meggyógyítja, és hirdeti az Isten igéjét, hirdeti az Atya akaratát, mutatja be az élő Isten számukra. És amikor eljön az ideje, akkor még a kenyeret is megszaporítja. Talán ha feltennénk kérdésként ezeknek az embereknek egy 10 év múlva, hogy mi volt a legemlékezetesebb dolog abban, hogy ott voltatok Jézus mellett, és ettetek abból a kenyérből. Talán első reakcióként azt mondanánk, hogy hát bizonyára ez a nagy csoda, hogy kenyeret szaporított Jézus. De higgyétek el, hogy nem ez lenne az emlékezetes számukra, hanem valami ennél sokkal több. Az a több, hogy megérezhették, hogy személyes kapcsolatba kerülnek. Hogy az én szükségem valaki számára hallható. Hogy az, amiben én személyesen vagyok, erre van, aki odafigyel. Van, aki meghallja. Van, aki lép. Van, aki segít. Ez a legemlékezetesebb emberi kapcsolatainkban. Nem az, hogy egyik vagy másik ember milyen nagy dolgokat mond, hanem amikor egy személyes megtapasztalássá válik, hogy én fontossá válok, hogy van, aki odafigyel rám, van, aki megismer engem, van, aki érzi azt, hogy ki vagyok én és milyen szükségben vagyok. Higgyétek el, hogy ez lehetett a legemlékezetesebb. És most sem, higgyétek el, nem az a legemlékezetesebb mai napban, hogy ilyen sokan itt együtt vagyunk, és úrvacsorai közösségben részesülünk, ami szép, jó, csodálatos. De az lesz emlékezetes számodra, hogyha megérted, hogy azzal az egyéni szükséggel, amiben te vagy, azzal jöttél ide, de ezzel mehetsz egészen közel Jézushoz, és egészen közel hozzád menve azt mondja, hogy itt vagyok én. Én vagyok az életnek kenyere, én vagyok az életnek a feltétele, én vagyok a teljes életnek, amire szükséged van, ami téged meghatároz, én vagyok ennek a feltétele. Ne azért jöjj, hogy fáj a lábad és segítséget kérj a lábad gyógyulására, hanem azért jöjj, hogy megértsd, hogy engem kaphatsz meg. Engem. Én vagyok.
És ahogy ez a kenyérszaporítás, kedves testvérek, túlmutat önmagán, és egy csak egy jel, egy csoda. Ugyanúgy mai napnak nagy kérdése az, hogy az a sok jel és csoda, ami körülvesz minket, az mennyire tud túlmutatni önmagán. Tegnap gyülekezetünkből sokan részt vehettek egy csodálatos kiránduláson. Kárpátalja egyetlen gejzírjét láthatták. És még sok más egyéb olyan csodás dolog várhatott rájuk, ami nem olyan egyértelmű. Belegondoltatok abba, hogy mindez szintén egy jel lehet, ami oda mutat Jézus Krisztusra, Isten szeretetére, irgalmára. Oda mutat magára, az élő Istenre. Belegondoltál már abba, hogy akárcsak az elmúlt napjaid, amit megélhettél, felvidéki testvérek, itt Kárpátalján, amit megélhettetek, belegondoltatok, hogy mindez túlmutat ön magán? Hogy mind az élő Istenre mutat, az ő ajándékára, meg akar minket ajándékozni? És hidd el, hogy nem csak ezzel, egy pillanatnyi örömmel, szórakozással akar megajándékozni, nem csak egy adott betegségre való gyógyulással akar megajándékozni, hanem azt mondja, hogy én meg akarok ajándékozni önmagammal, mindennel, az élettel, mindazzal, aki az Isten, ezzel akar megajándékozni. Talán értjük, kedves testvérek, hogy ezért több az új kenyér ünnepe a kenyér szaporításnál, a kenyér kérdésnél. Mert maga az úrvacsorai közösség is jel, ami túlmutat, ami oda mutat újra és újra Jézus Krisztusra. És amely közösségre hív mindnyájunkat. Tudjátok, a legmegdöbbentőbb, hogy ez a nagy sokaság hallva Jézust, azt mondja, hogy ez már túl sok. Mert az, hogy van egy szükségem és abba segítesz, milyen jó, ez kell nekem. Ezért is mennek utána Jézus után, hogy királlyá tegyék, hogy ez egy olyan csoda, egy olyan csoda csináló, aki biztosítja számunkra az adott szükségnek a betöltését folyamatosan. Tudjátok, hogy sokszor kimondatlanul is ez van ott az ember szívében? Azért kell nekem az Isten. Azért igyekszem keresztény kereteket megélni, hogy ezáltal biztosítsam magamnak azt a csodagépet, hogy megőrizzen, megtartson, adjon, vigyázzon, és így tovább, és így tovább. És milyen kicsinyes dolog ez. De az Isten türelemmel van ott nap, mint nap az életünkben, és sokszor meg is adja mindezt. Megadja a gyógyulást, megadja a békességet, megadja vigasztalást, megad sok mindent. De újra és újra fel akarja emelni tekintetünket, hogy jöjj közelebb. És kezd el élvezni az életet. Kezdj el élni. Kezdj el úgy élni, hogy megízlelted Isten ajándékában, Jézus Krisztusban az igazi életet. Kezdj el úgy élni, hogy megnyíljanak a szemeid. Kezdj el úgy élni, hogy megnyíljon az életed. Számomra egyik legmeghatározóbb film, nagy klasszikus, talán többen ismerik, a Matrix. Nagyon sokszor nézem. Minden szabadságomban úgy csinálom, hogy ezt a filmet én megnézzem, a trilógiát. És olyan megdöbbentő újra és újra számomra, ahogy visszaadja annak a súlyát, hogy milyen bezárt világban élünk, hogy milyen bekeretezett, milyen lehetőségek nélküli, korlátolt életet él az ember. Addig,
ameddig úgymond ebben a matrixban él. Addig, ameddig úgymond abban a világban élsz, ami nem ismeri még az életet. Hát az új kenyér ünnepe, kedves testvérek, valóban hálaadás azért, hogy az Isten számtalan jel, csodát tesz a te életedért, az én életemért. Az új kenyér ünnepe, kedves testvérek, valóban hálaadás azért, hogy az Isten kegyelme még ma is tart. De az új kenyér ünnepe azt is jelenti, kedves testvérek, hogy túlmutat minden, ami körülvesz, amit megélsz, túlmutat az Isten igazi ajándékára, Jézus Krisztusra, önmagára. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, abban van élet. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ezt az igazi életet szemléltesse számunkra most is az úrvacsorai közösség. Hogy emlékeztessen, hogy emlékezz, hogy ahogy megrágod, ízleled, ahogy egyé válsz azzal a falatkenyérrel, azzal a kortnyi borral, ahogy egyé válik és beépül az életedbe, erre hív el minket Isten. Hogy ilyen bensőséges közösségbe kapcsolatba légy Jézus Krisztussal, hogy ura legyen az életednek, hogy valóban az ő ereje, energiája határozza meg a mindennapjaidat. És utolsó gondolatként, tegnap, akik itt voltak istentiszteleten, már hallhatták, egy érdekes történettel hadd zárjam. Annak idején óriási nagy lehetőség és egy ilyen robbanás fejlődés volt, amikor a tömegközlekedésben megjelent a trolibusz. És ugye Nyugat-Európában, mikor megjelent, tehát ott valamennyire biztosítva volt hozzá az áram, ahonnan vette az energiát és amivel tudott közlekedni. Na, ezt Oroszországban úgy oldották meg, hogy biztos, ami biztos, a trolibusz hátuljába még egy zsiguli motort is beszereltek. Számunkra ez ismerős, mert tudjuk, hogy nagyon sokszor áramkimaradás volt, és biztos, ami biztos, tehát erre is kellett készülni. És valóban nagyon sok éven keresztül Oroszországban a trolibusz az úgy működött, hogy áram és zsiguli motor. És számomra ez a kép nagyon jól szemlélteti azt, hogy keresztény emberekként valahogy így vagyunk mi is. Az a zsiguli motor azt a nagy terhet hát bizonyára nem hosszú távon bírta, hanem csak időközönként volt rá szükség. Higgyétek el, hogy a mennyei erőforrás nélkül nagyon sokáig nem fogod bírni a zsiguli motroddal. Sok mindent elérhetsz, megtehetsz, felépíthetsz, eljuthatsz, de ki fog merülni? Túl nagy teher életednek az, amit naponként neked meg kell harcolj. Úgy vagyunk teremtve, hogy szükségünk van a mennyei erőforrásra. És ezt a mennyei erőforrást hangsúlyozom, nagyon nagy félreértés. Nem úgy van, hogy Jézustól kapjuk, hogy kérjük, hogy Jézus által adja meg nekünk az Isten, hanem erről beszél Isten igéje, hogy önmagát adja, mert ő maga a mennyei erőforrás, a benne való élet, a bele való épülés, az általa való élet. Hát ez a mennyei erőforrás. És lássuk be, kedves testvérek, ebben a földi életben nem is lesz olyan, hogy csak mennyei erőforrás által élünk. Szükség van időközönként a te zsiguli motrodra, a te erődre. A probléma mindig ott merül fel, amikor nagyobb hangsúlyt kap a te erőd, a te zsigulid. Amikor a mennyei erőforrással nem élünk. Hát hadd biztasson minket Isten igéje, kedves testvérek, hogy lehet egyrészt belátni, hogy a te erőd kevés,
belátni, hogy a te erődre épült élet korlátolt, és meglátni azt, hogy egy szabad életre, egy örömteli életre, egy igazi életre teremtett minket az Isten, amit önmagához kötött. Ő benne élhetünk örök életet. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten szavára, énekeljük a 250. dicséretnek az első versét. 250. dicséret, első verse, mely így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Örökkévaló Istenünk, hadd legyen valóban az első a szívünkben és szánkban a hálaadás, a köszönet, és minden magyarázat nélkül egyszerűen csak hadd mondjuk őszintén ki, hogy köszönjük, Urunk, hogy testi tápláltatásunkat, szükségeinket Te betöltöd. Így köszönjük meg az új kenyeret. Így köszönjük meg mindazt, amivel ellátod életünket. És így köszönjük meg azt a bőséget is, amelyre sokszor már fel sem nyílik szemünk, hogy mennyi mindennel halmoztál el. És a testi szükségletenk túl így köszönjük meg mindazt, ami történhet velünk, ami túlmutat önmagán, ami jellé válhat az életünkben, és rámutathat a te irgalmadra, szeretetedre, szándékodra. Köszönjük, Urunk, hogy adod a te szavadat, igédet, és ahogy annak idején nagy sokaság léphetett oda te hozzád, és neked gondod volt rájuk. Köszönjük, ha ezt egyen-egyenként megérezhetjük, megtapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy egyen-egyenként akarsz minket megszólítani, szívünkre beszélni, megérteni, megértetni, hogy egyedül csak benned van élet, és benned a miénk lehet. Kérünk, hogy így segíts tovább, abban a hitben, amelyben sokan itt most előtted megállunk. Hiszünk benned, de hadd legyen ez a hit egy olyan belső megtapasztalás, amely mindent megváltoztat, egy egészen más világot nyit meg szemünk előtt, életünk előtt, amely megnyitja a te országodat, amely megnyit egyben mások irányába, amely képessé tesz arra, hogy meglássuk az élet igazi tartalmát, lényegét, értékét. Kérünk, hogy így áld meg Isten tiszteletünk további részét, hogy az úrvacsorai közösség is hadd mutasson rád, hogy egyedül csak általad élhetünk. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, úrvacsorai közösségre készülve, illetve a kamarakórus, mint szarvas.
Köszönjük szépen a kamarakórus szolgálatát. A mi további Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Szeretteim, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus a szent vacsorát, megírták ezt az evangelisták Máté, Márk, Lukács, János, legrészletesebben feljegyezve találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levele 11. fejezete 23. és következő verseiben. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely érettetek, megtöretik. Majd hasonlóképpen a pohárt is vette, minek után vacsorált volna, és ezt mondván: e pohár am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Próbáljuk meg magunkat, és öntsük ki bűnbánatunkat imádságunkban az Úr előtt. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked azért, mert ezen az ünnepen itt állhatunk a te színed előtt. Megköszönjük neked, hogy meg annyi bűnünk és hiányosságunk, töredezettségünk ellenére te mégis megterítetted a te asztalodat, és bennünket elhívtál, hogy közösséget vállalj velünk. Közösséget vállalhatunk a te áldott kegyelmedből, te veled és egymással is. És ez olyan jó nekünk, mennyei Atyánk. Olyan jó, hogy bár bűnünk súlya igen nagy, de mégsem azt emlegeted, hanem kegyelemmel és irgalommal közeledsz mifelénk azáltal, hogy te meghaltál bűneinkért. Ebben van nekünk bizodalmunk és reménységünk, mennyei Atyánk. Könyörögve kérünk, hogy így áld meg hát együttlétünket, így áld meg közösségünket a te szent fiad Jézus Krisztus által. Amen. Vallást tettünk, kedves testvérek, a mi bűneinkről. Tegyünk vallást most a mi hitünkről is, elmondván együtt az egyetemes keresztény egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anya Szentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan
hitetek és meggyőződésetek szerint feleljetek meg hallható szóval. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e ezt? Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hiszitek-e ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünknek halhatatlanságba öltöztetve által visz az örök dicsőségbe. Hiszitek-e ezt? Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik illendő képpen elkészítettétek magatokat, járuljatok az Úr asztala elé a már megszokott szép rendben. Énekeljük, kedves testvérek, a 449. dicséretünket, amely így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű nép.
énekeljük a 451. dicséretünket, amely így kezdődik, Te vagy napvilágom, Te vagy énekem. Az 55. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Thank you.
457. dicséretünkkel folytassuk, amely így kezdődik: Tudom, hogy Jézus él. A 59. dicséretünket énekeljük, áldó hatalmak oltalmába rejtve.
kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek fel az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanálak titeket hajlékaitokba, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztényi elhivatásotokhoz méltóképpen. Legyetek egymáshoz jóságosak, bocsássatok meg egymásnak, amint Krisztus is megbocsát ti nektek, és Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Csendesedjünk el, és adjunk hálát a mi Urunknak, Istenünknek. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, életnek és halálnak Ura, dicsőséges Istenünk, köszönjük a Te drágalátos kegyelmedet és szeretetedet, amelyet kiárasztottál ránk most is ezen az alkalmon. Köszönjük neked, hogy ünnepet szereztél számunkra, köszönjük neked, hogy a Te igéddel rávilágítottál nagyon sok mindenre. És köszönjük neked, hogy valóban az életnek a kenyerét akarod nekünk adni, amely nem ideig, óráig tartó, hanem örökké való és fentről származik tőled. És mivel tőled származik, ezért van benne olyan nagy erő, ezért van benne olyan nagy szentség és dicsőség. Urunk, hálát adunk neked, hogy hozzá csatlakozhatunk, hálát adunk neked, hogy valóban körül öleled a mi életünket, és megáldasz bennünket mindenféle utainkban. Így szeretnénk kérni arra nézve, hogy légy és maradj velünk, szenteld meg mindnyájunk életét, hogy innen hazamévve, visszamenve a világba, az otthoni közösségeinkben meg tudjuk élni a hitünket. Tudjunk világítani, tudjunk téged magasztalni szavainkkal, cselekedeteinkkel, egész lényünkkel egyaránt. És szeretnénk különösképpen könyörögni a fiatalokért, azokért, akik most kezdik újból a tanévet, könyörgünk, értük, mennyei Atyánk, hogy viseld gondjukat, áld meg az ő életüket is, add, hogy tudjanak Te rád figyelni és szorgalmatosan tanulni. De áld meg ugyanúgy a tanárokat is, adj nekik erőt, hitet, hogy tudjanak Te rád figyelve, Te általad vezettetve ők is vezetni és tanítani. Hadd éljünk mi mindnyájan a Te szentségedre és dicsőségedre, fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk lévén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
adásvétel előtt pedig énekeljük el hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet néked. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a hirdetést. Elmúlt héten kísértük utolsó útjára Ködöböc Gábor testvérünket, aki teremtő Istenünk. 87 éves korában szólított magához, valamint Kosztyú Magdolna testvérünket 67 éves korában. Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk gyászoló családjaink életére. Hirdetem alkalmainkat, szokott rendben és időben meg lesznek tartva. Minden reggel 8 órakor Isten tiszteletet tartunk, hétfőn reggel 8 óra 30 perckor ima közösséget, kedden délután 17 órakor női biblióra, szerdán délelőtt 10 óra babamama kör, csütörtökön délután és szombat délután 17 órakor az ifjúság számára ifjúsági alkalom. Szombat délután 17 órakor szenvedélybetegségből szabadultaknak, szabadulni vágyóknak tartunk bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket, és egyben adjuk át másoknak is, korosztálynak megfelelően. Ha látunk fiatalokat, akkor küldjük őket ifjúsági órára. Ha tudunk olyanokról, akiknek szükségük lenne szabadulásra, illetve szeretnének megerősödni, akkor jöjjünk velük, hozzuk őket, küldjük őket a szenvedélybeteg bibliaórákra. Tehát hasonlóképpen minden alkalmat szeretettel ajánlunk a testvérek figyelmébe. Továbbá szeretnénk kérni a kedves testvéreket, ahogy az elmúlt vasárnap is hirdettük, hogy amennyiben lehetőség van rá, jelentkezzenek véradás szolgálatára egy férfi testvérünk számára, aki Ungváron fekszik. Jelentkezni a gyülekezet irodájában lehet, és a család megszervezi aztán az utazást. Tehát aki teheti, kérjük szépen, hogy segítsünk a családnak. Valamint hirdetem, kedves testvérek, hogy gyülekezetünkben hagyomány, hogy szeptember első felében áldást kérünk a tanévre. Szeretettel várjuk iskolás gyermekeinket, gyülekezetünk pedagógusait, hogy együtt imádkozzunk és kérjük Isten áldását az előttünk álló tanévre. Szeptember 15-én vasárnap lesz itt az ünnepi istentisztelet, tehát szeptember 15. Jövő vasárnap szintén ünnepség lesz, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, Nagy Dobronyban lesz Kárpátai Református Egyház tanévnyitó ünnepsége. Aki teheti, szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem továbbá, hogy a küldetés a Kárpátai Református Egyház havilapja 5 grivegy fejében a kijáratoknál megvásárolható. Valamint hirdetem szintén, hogy szeptember 6-áról 7-ére, tehát péntekről szombatra, szeptember 6-áról 7-ére viradóan, illetve éjszaka is, nem csak viradóan, gyülekezeti horgászversenyre kerül sor. Tehát szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, asszonytestvérek, férfi testvérek, jelentkezünk a gyülekezet irodájában, hogy annak megfelelően készüljünk elő. Tehát 6-áról 7-ére. A ránk következő napokban hétfőket szerda lehet jelentkezni. Illetve egyéb információ a helyszínnél kapcsolatosan, a feltételekkel kapcsolatosan, Barna Györgyöt kell keresni, és ő pontos információt ad ezzel kapcsolatosan.
Valamint utolsó hirdetésképpen hirdetem, hogy szeptember 2-ától indul a Gyógyító Hét Csongori misszióban. Akinek családjában, környezetében érintettek vannak, segítsük el őket. Helyezzük őket Isten kezébe imádságban, és ha kell, akkor vigyük el őket. Több hirdetés nem lévén, záróénekként a 250. dicséretnek 2., 3., 4. versét énekeljük. 2. vers így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj!